Mostantól így kell gyűjteni a háztartásokban keletkezett használt sütőolajat Bonyhádon. 2021. január 11-én ugyanis Bonyhádváros önkormányzata 7 darab 240 literes tartályt helyezett ki a város különböző pontjaira, így a környezettudatos embereknek nem kell többet a hulladékudvarba vagy a benzinkútra vinniük a fáradt olajat. Számos háztartásban ugye problémát jelent, hogy mit is kezdjünk a használt sütőolajjal. Sokan a lefolyóba öntik, vagy egyszerűen kidobják a kommunális hulladék közé. Most, hogy egy kicsit közelebb vigyük a családokhoz úgymond a gyűjtőpontokat, helyeztünk ki 240 literes műanyag kukákat, ami látható, és ezekbe úgymond cseppmentesen kell gyűjteni használt sütőolajat. A gyűjtés menete nagyon egyszerű. Otthon a kihűlt használt sütőolajat vissza kell tölteni az eredeti flakonjába, egy műanyag palackba, vagy akár egy befőttes üvegbe, és azzal együtt kell belehelyezni ezekbe a gyűjtő edényzetekbe. És ha megtelik, akkor ugye az önkormányzat szól a szolgáltatónak, és ő elszállítja ezeket a mennyiségeket. Úgy tűnik, hogy a lakosságnak tetszik, ugyanis az egyik ilyen gyűjtőedényzet már háromnegyedig van, és két másik meg már negyedig. Hét ilyen gyűjtőpontot alakítottunk ki különböző városrészekben. A tűzoltóságnál, a mentőállomásnál, a Fáji lakótelepen lévő élelmiszerboltnál, a Gyár utcai üveggyűjtőpont mellett, Szecska városrészben az evangélikus temetőnél, Bonyhád Majoson az élelmiszerbolt előtt, valamint a Bonyhád Börzsönyi pubnál találhatók ezek a tárolók. A szerződéskötés előtt a szolgáltató cég tájékoztatta az önkormányzatot a gyűjtés menetéről is. Ők azt javasolták, hogy elkerített helyre helyezzük el ezeket az edényzeteket, mi azonban úgy gondoltuk, hogy ha közterületre helyezzük ki, közelebb a családokhoz, és a könnyen elérhetőbbé válik, ezáltal talán a gyűjtési kedv, a szelektív hulladékgyűjtési kedv is megnövelhető. Úgyhogy arra kérünk mindenkit, hogy ebbe csak és kizárólag műanyag, illetve befőttes üvegbe, lezárt edényzetbe helyezzék el a sütőolajat, és kommunális és egyéb hulladékot ebben ne helyezzenek el. És hogy mit várnak ettől a fejlesztéstől? Hogy a lakosság nem a lefolyóba, illetve a hulladékgyűjtőbe fogja elhelyezni ezeket az olajakat, ugyanis ugye, ha lefolyóba öntjük, akkor az egy idő után, ahogy kihűl, lerakódik a csatorna falára, ugye dugulást okozva ezzel. Ha a szemétbe dobjuk ki, vagy kiöntjük, kifolyik, akkor ugye a hulladék lerakóba kerül, ami szintén nagyon nehezen bomlik le. És azt várjuk, hogy minél többen gyűjtsék. Az összegyűjtött fáradt olajat 100%-ban újrahasznosítják, bioüzemanyag készül belőle. Kaiser Mária arra kéri a lakosságot, ha bármilyen gondot tapasztalnak a gyűjtővel kapcsolatban, jelezzék az önkormányzatnak vagy neki.